A szakképzés és a felnőtt képzés rendszere jelentős átalakuláson ment keresztül az utóbbi időben. Nagyon sok lehetőség nyílt a felnőttek oktatására és képzésére. Ennek köszönhetően az a nagykorú jelentkező, aki alapfokú iskolai végzettsége vagy érettségivel rendelkezik, a már megszerzett tudását kamatoztatni tudja egy következő szakma elsajátításakor. A már megszerzett tudást ugyanis beszámolják, és ez akár a képzési időt a 40%-ára is lecsökkenti. Nyilván a felnőtteknél az elsődleges szempont, hogy gyorsan történjen a dolog, tehát az idő egy nagyon fontos szempont, nyilván a minőség és a tudásanyag megtartása mellett, illetve az is, hogy ez kerül-e pénzbe vagy nem. Egy olyan felnőtt, aki az oktatásra jelentkezik, az általában dolgozik más munkahelyen. Nyilván ezt az oktatást nem mi figyelembe vesszük, és a délutáni, illetve a hétvégi időpontok vannak előnyben részesítve a felnőttek oktatásában. Aki munkahelyen rendelkezik, elsősorban a hétvégi időpontokat szokta választani. Ha a felnőttek képzését egy másfél éves időtartamra le lehet csökkenteni egy szakmán belül, akkor ez versenyképes lehet a piacon, mondta Juhász Gábor. A képzések ingyenesek, hiszen az új rendszerben két szakma és egy szakképesítés térítésmentesen szerezhető meg. Teljesen vegyes képzési kínálatot tudunk felmutatni, hiszen a szépészeti képzésben most indult egy újabb felnőtt csoport, ahol a kozmetikus technikus, kéz- és lábápoló technikus, illetve a fodrász jelenik meg. Ide még a jelentkezéseket még mindig tudjuk fogadni, tehát hogyha valakit ez érdekel, akkor be tud kapcsolódni az egyéves képzésbe. De folyamatban vannak mind céges, mind pedig iskolai képzések, akár a közlekedési területen, akár az elektromosság, villamosság területén is. Azok a felnőttek, akik az Ady Endre szakképzési iskolába szeretnének jelentkezni, ha figyelik a honlapot és az iskola Facebook oldalát, akkor aktuálisan naprakész információval rendelkezhetnek a képzéseket illetően.